Készítettem szlájdokat, és itt mindig ugye az a beszédfenyeget, hogy vannak átfedéseket, és mondhatnám azt, hogy de kérdező, hogy diplomácia általában nem önállóan tegyek egy pedig, hanem mindenféleket összefüggő. Ugye, mi nem terem
és még soha, ha nem így vagyunk ezzel, akik most éppen lehetünk a tulajdonképpen ezt a számítani közében, mert már csak azért, hogy mi is megtudtunk, hogy milyen dolog, úgyhogy ez nem sikerül, hogy a kapható tanulmányokat kiválasztottak. Szerintem ez sem fog különösebben önöknek meglepetést okozni, de számomra természetesen az volt, hiszen nem csak világszerte, hanem Magyarországon is rendben. Pontosan az, hogy milyen szerepet, milyen hozzáadott jelent a turizmus, és valóban ez a számomra nem mondta, hogy beszélni, mondom, nyilván nem is adott vele, de hát azért ez tényleg egy felkörül, hogy igazából is nagyon fontos iparágában tegyen. Köszönöm szépen, Dr. Bálint Attila professzor úr. Ugye a Magyar Turizmus pillanatkép is már egy különös kérdőben elhangzott, hiszen a rendészemületet és a szállásvételét. Én egy adatra írnám fel a figyelmet, talán önmagának nem ismerős, nem lehet hozzá végre valahára a saját szakmában és a saját közöttetben is tudják kerüljek. De nagyon fontos az, hogy örök kapnak egy szép szlájtot, társadalmi szerint itt a legfontosabb külső országok, és egyúttal az, hogy a 2013-as adatok szerint ez csökkenés növekedés. Láthatjuk azt, hogy bizonyos helyeken jelentős növekedés volt, az elsősorban a V4 országok tekintetében. Fontos, hogyha tetszik a közeledés tartalmazán szomszédok tekintetében, láthatjuk azt, hogy Csehország például egy nagy jelentős, Lengyelország nagy jelentős növekedés utat. Sajnálatosan mondhatom azt, hogy visszaesés a tavasztó listák tekintetében, aki van a YouTube listák alá, kiváltott az ismerjük ezt a jelen politikai és egyébként szerint miatt kicsit megcsapott a számunk. Ugyanakkor viszont az egyik legkézenekről helyen, hogy Szlovákiából és a szomszédban volt elég érdekes növekedés. Tehát látjuk, hogy a V4-en belül Magyarország egy elég jó szempontnak számít, és természetesen fontos az, hogy azért a még mindig legjelentősebb német vagy kommunista tömeg mellett, mert a tanulószázat is elég szépen képviselő dolgokat. Nyilván vannak biztos csalások is ebben a számokban, hiszen ugye tudhatjuk azt, hogy Romániában már mindig nagyon nagy szeretettel hagyott a turisták, de nagyon sok az állat az volt, mert nem tudom, hogy tehát olyan vendégmunkások, Olaszország és Spanyolország felé utazván egészen vagy visszatérőre szállnak meg. Tehát nyilván van egy lehetőség, hogy tisztítjuk ezeket a dolgokat, hogy ennek kellett, tehát mégis egy nagyon kellemes, hogy is mondjam, csak összegépjük. Fontos tehát megjegyezni azt, hogy egyáltalán a kormány úgy dönt, hogy a turizmus diplomáciát szeretnék hangsúlyozni, hogy a turizmus diplomácia, ahogy a kulturális diplomáciát és a gazdaság diplomáciát is. Aztán viszont ezeknek magának a kormányoknak belül valamilyen formában itt van gazdája. Tehát a kultúrát magát mi nem tartjuk fenn, nem tudok értelmi, a gazdasági ügyekben, a mezőgazdasági minisztériumban nagyon fontos, tehát első számú gazdán. És a turizmusnak is van gazdája korábban is, tehát sokszoros átszervezések ellenére, hogy létezik a turizmusban, a magyar turizmusban egy többség, ami elsősorban gazdája. Tehát mi tulajdonképpen ezekkel a szervezetekkel, ezekkel a minisztériumokkal, vagy állami szervezetekkel együttműködve, ennek valóban a nemzetközi vonatkozási diplomáciai feladatai valóság. Miért ezt kérdeztek a talán azért elsősorban, hiszen a külpolitika és a külminisztérium mindig is nem töltött, hiszen elsődleges és irigyelt, utált és a létezési formája volt az mindig, hogy nem csak a minisztérium a lettéren, vagy feladatán, hanem körülbelül most már 120 országban vezető külminisztérünkkel, tehát ez a nem töltve hálózat egész világon szinte nincsen kontinens, legalábbis olyan jelentősebb országban ne lenne a jogképviselő. Ez nyilván azt jelenti, hogy ha ezt megfelelő szakszemélyzettel látjuk a képviselőket, akkor valóban, különösen most már a militári sportban, szinte egy időben mindenhol már világosan juttathatunk az információkat, és onnan is, amikor beszélünk, tehát szerintem a fogadó országokon is szerzünk meg információt. Tehát ez egy nagyon fontos ablak, ilyen értelem, hogy ebben a sorozatban egy egész
amely valóban azért van, hogy ezeket a szóval még fölhívnám a figyelmet valamire, hiszen az is ügyes után nagyon röviden kitérnék arra, és nyilvánvalóan az én és egyetekben talán rá, hogy a kultúra és a turizmus, a kulturális turizmus erősítése, a követőállásra nem határozott a cél. Ugye létezik Magyarországon a körülbelül 100 éve úgynevezett kulturális hálózat, amely nyilván 24 egységgel rendelkezik, és szintén viszonylag jól behálózott, legalábbis a legnagyobb nyelvi jelentőség fővárosokban mindenütt van a kulturális intézetek, amely természetesen jó hatóban rá, mint a kosztárcsak felületetben, amelyeket próbáljuk elállítani a világot. Ez több funkció, hogy nyelvtanulásról, hungarológiától, mindenféle mások könyvéből is felelősek. Többek között például a turizmus folyamatos jelenik megfelelős. Tehát akkor, amikor ez a, az a, mondjuk itt, hogy a kormányzati gondolkodás keresztül esett, ez a létezmény, ez azt mondta, ez ki tudja szolgálni a gazdaság helyzetet, a kulturális, tehát kultúra terjesztése, vagy a kultúrának a megismerését, akkor miért nem támogatható, miért nem támogatható a turizmus szolgálatában is. És ezért merül fel az, hogy valamilyen formában ez a turizmus diplomáciai feladatokat, ezt adja át az éppen létező kormányzati szervezet, és a külügyminisztérium pontosan azért, hiszen ő az pedig biztosítsa azt a lehetőséget, hogy azok a központilag kialakított és megterült üzenetek, amelyek a magyar turizmusnak tartoznak a világban, illetve az a vonzás, amely gyakorlatilag kívánunk a különböző fontosabban fontosabb beszélhetőkre, az működtetesen meglegyenek a hivatalos állapotban a szintetős csapatban. Ennek következtében tehát nagyon fontos munkák létezni, ezt különben, ahogy már utaltam rá, mindig el kell végezni, hogy a gazdasági kultúrás diplomácia tekintetében. Én azt a hasonlót szoktam használni, hogy képzeljük el azt az ételt, amelyet egy kis konyhában egy darab fazékban két darab szakácsával megfőzni. Nyilván egyik után egy más fejétek a panállal, mindenki meg a kóstolva, ahol más tudok beletenni. Tehát nagyon fontos az, hogy pontosan definiáljuk ebben, hogy egy és hát ez nem lehetetlen, mert többéket is megtudjuk, nyilván finom hangolásra lesz szükség, hiszen a lényeg az, hogy ez a dolog működjön. Tehát az NTU a legfontosabb része, a Magyar Turisztikai Ügynökség legfontosabb partnerünk ebben, amely szintén hajlandó érzékben, de majd erre nyilván a legjobb tartjuk, reméljük az előadást. Az NTU is egy átalakulási folyamatban van, kifejezetten nyilván gondolását végzünk, és így lehet a munkába veszünk tulajdonképpen részt. És ahogy a szlájdon is látható, tehát magának egy integrált szemletű gyerekeltési folyamatnak vagyunk a részesei, és természetesen azt, hogy megtaláljuk ebben a szolgálatokkal kapcsolatot, rendszerként is, hogy mit is jelentünk állózat a helyén. Összeszedtük a legfontosabb gondolatokat, amelyek azokat a gondolatokat tartalmazzák, amelyek alapján zajlik, itt ezen a részét is megismerni, hiszen olvashatom látható. Ugye, tehát látszik az, hogy a nemzeti fejlesztési minisztérium végig szakadt meg Magyar Turisztikai Ügynökség, tulajdonképpen a gazdaság és turizmus minisztérium egy önálló miniszteri biztossal, Mihály által irányított turizmus diplomáciát hozott létre, amelynek természetesen az a folyamatos interakcióban, folyamatos együttműködésben legyen az emberekkel, és azokkal a feladatokkal, amelyeket kap, azokkal a leghatékonyabban részben be tudja mondjuk így önteni a külképviselő hálózatba, illetve az onnan kapott információkat megfelelő rajzsolhatóan megfelelő szerint kiosztva további kapcsolatot emberekkel. Ahogy látható, tehát a turizmus diplomáciai főosztálynak igyekeztetőként tűnik megalkotni a feladatait, ezek kizárólag, még egyszer mondom, nem a hazai turizmusnak fejlődik a kiadás és a szakszerű munkát végzik.
első az, hogy természetesen viszont nem bennünk az álló, és elszigetett szeretett az érdelem, mert csak Zoltán képviselőben látta, legjobb hangosan nem tudom, hogy szeretettek rá, markáns magyar jelenlét, azt még is nélkülözhetett rá. Ennek következtében tehát, ha elsősorban azokat a nemzetközi kapcsolatot, a feladatokat kell elvárni, amelyekben látszik egy nagyon komoly gondolkodás, világméretekre tartjuk arról, hogy a változó világ is az de nyilván, ahogy már említettem, két utat kapcsolatok szintén is nagyon fontos, jó politikákat, jó lépéseket tudtak megismerni. Nyilván már csak azért is, hiszen nagy turista politikai lehetőség, hiszen mi is végül a középtagokkal régi, nem csak egy országot látható, hanem többet is. Nagyon fontos az, hogy legyen egyfelől egy összehangban például Visegrád szintén, vagy Kína, keletes közé-európai működés. Tehát vannak olyan szóknak a regionális regionális együttműködések, amelyek szintén a valósok jelen legyen, és ezekből minden több dolgot szintén belőle azzal legyen részességű magyar közé-európai intellektuális és gyakorlati tevékenység. Ahogy már említettem, ugye nagyon fontos az, hogy legyen egy folyamatos információ áramlás a vendégek és a kártyák, hiszen mások is gondolkodnak a stratégiára, mások is történik a fejlemények. Mindig jó egy olyan állapotban van két utat kapcsolatban, amelyeknek a kérdékeket a kérdőkézmus számára. Gondolkodik arra, amikor egy új kérdőkézmus a tény kapcsolat létesítésre között átadás, vagy valami történik az adott össze a kedvező módon. Tehát ez egy nagyon fontos információ, a magyar közöttai tájékozódáshoz tud, illetve ők is szeretnék nyilván megosztani a saját ami nagyon fontos, és valljuk meg őszintén, hogy ezt gyakorlóan követően és misszióvezetőként tudom sajnos tanúsítani, hogy amit igazán mikor várnak attól, hogy ez a metrológiai világ, ez végre terjedne lehetőség szerint olyan információkkal, amelyeket valóban szinte naponta kérnek. Tehát nagyon sokszor van az, hogy egy kulturális intézetekben egy nagy felejtségben a beszédek, akár csoportosan, és próbálban kapni Magyarországról, és ott nagyon esetlegesen megfelelő vagyok. Nagyon fontos az, hogy ezeket is ezt a együttműködést látjuk, hogy valóban a magyar turisztikai ipar is használja ezt a lehetőséget, és lásson el minket azokkal a, hát nyilván már nem a rendkorban megfelelő adatokkal, adathordozókkal, amelyen keresztül valóban érdemben próbálni a Magyarországot és a országon állapotok. Ugye promóciós anyagokról, de akár rendezvényeknek való részét, tehát a prezentációkról, és számos dologról van szó,